Nagyon várom a streamet, mert november 3-a óta nem álltam színpadon, azt hiszem. Nem játszottam nézőknek, én azóta nem játszottam egyáltalán, és ez hiányzik már nagyon. Szerintem a valódi élő színház élmény az mindig átütőbb lesz annál, mint amit az ember képernyőn keresztül megkap. Például egy El Clasicón sincsenek kevesebben azért, mert a Digisport közvetíti a Barca-Real meccset, attól még megveszik több 10 000 euróért a jegyeket, és szerintem ez a színházzal is így lenne, hogy inkább még fokozható az érdeklődés azzal, hogyha egyébként látják, hogy miben lehetne részük, hogyha eljönnek színházba. A vallás és a világi hatalom viszonyát boncolgatja, és hogy így két vára fekteti ez a fiatal, naív lánya a bürokratákat, ez nagyon tetszik nekem. Elképesztő a maga a fanatizmus, az embereknek a csodára való hűsége. Nagyon érdekelnek a vallásnak ez az akkori állapota, meg a mostani helyzete is igazából gondolkodásra sarkal engem. És nagyon beszédes az is, hogy ezt a lányt utána 500 évvel később avatták szenté, és akkor mágiára küldték különböző politikai okok miatt. Hát én ezt nagyon üdvözlöm, ezt az egész sztorit.